Tények, vélemények. Klub délelőtt. Véres november 3, november 17-én egy pankrációs fesztivál, hát én így mondom, Kis Benedek Áron Hardy, mindenki úgy hív téged, legalábbis ebben a körben, és Turger Dávid, neked is van valamiféle művész neve? Így van, az én nevem Renegéd. Renegéd? Így van, az Renegéd. Hát igazából ez szó szerint hitehagyottat jelent, de ez egy kifejezés is, ugye, ami főleg nyugodtan használnák arra, akik ilyen vagány. És ez vagány, vagány pankrátornak lenni? Relatív. Igazából a vagányságot szerintem azt mindenki magának határozza, meg nem a társadalom. Na most Hardy, téged egy ideje ismerlek, de igen, pankrátorként nem olyan régen láttalak a színpadon. Most álmomban nem jutott eszembe, hogy te fölmész és szétvereted magad, és csorog a vér belőle. Tehát ennél egy sokkal szolidabb, szerényebb fiúnak gondoltalak. Hogy a kettők között nincs semmiféle összefüggés? Igazából annyira van összefüggés, mint amennyire nincs. Tehát Ikarus, aki megjelenik a ringben, az tulajdonképpen én vagyok, csak még jobban lesarkítva. Ez egy olyan kivetülés, egy olyan torztükör a világ felé, amiből emberek esetleg építkezhetnek, vagy levonhatnak olyan tanulságokat, amik számukra igaz. Miféle sport ez, vagy egy látványprodukció? Igazából a pankrációnak klasszikus értelmeméve az a lényege, ez egy sportszórakoztatás. Nevezhetjük sportszínháznak is, csak ezt annyira kifejezést annyira nem szeretem, mert a színház nálunk azért mást jelent. Itt egy valós dologról van szó, tehát két ember megküzd, és összeveri egymást az emberek szórakoztatására. Gyakorlatilag erről van szó. És ez igazi verés? Mert igen, azt láttam, hogy olyan helyen is sokszor folyik a vér, amikor valójában nem kellene. Tehát, hogy vannak igen ebben színházi show elemek. Ez az egész igazából egy show műsor. Tehát igazából kicsit ahhoz tudnám hasonlítani, amikor a Harlem Globetrotters-nek a kosarasai eljönnek valahova, és egy iszonyatosan nagy zsákoló showt csinálnak. Ők marha profi kosarasok, viszont ott éppen nem azt csinálják, hanem egy showt csinálnak, nem pedig versenyeznek, és nem mondjuk bajnokságot akarnak nyerni. Kicsit hasonló, mert itt a komoly sportolók végeznek nagyon komoly sportteljesítményt. Például milyen sportolók? Hát a pankrátorok általában jelentkeznek sportmunta, vagy küzdősport, vagy birkózás. De kiöregedtek a sportból? Nem feltétlen. Lehet, hogy másra vágynak, lehet, hogy sokkal jobban érzik magukat, hiszen egy olyan családként működik a világon mindenhol a pro wrestling, azaz a profi birkózás, vagyis ahogy sokan ismerik a pankráció, ami sehol máshol nincs jelen. Tehát a küzdősportokban a verseny miatt, a verseny szellem miatt az emberek igyekeznek egymást kitúrni, egymásnál jobbak lenni. Itt viszont nem. Itt akkor vagy jó, hogyha lehet veled dolgozni. És ezek az ütések, ezek nem fájnak? Vagy csak annyira, mint a birkózásnál esetleg, vagy a boxnál? Azt tudom erre mondani, hogy az életben mindig egyensúly van azokban a dolgokban, amiket csinálunk, és itt is az van, hogy amit mi kapunk, az a tisztelet. Igazából az egész sport nagyjából a tiszteletről szól. Tehát az emberektől, amit mi kapunk, reakció, elismerés és tisztelet és rivaldafény, az annak meg kell fizetni az árát. És ennek az ára pedig a fájdalom, és az, hogy ez kicsit hamarabb fájdalom? Amortizálódik le a testünk. Ez attól függ, hogy éppen mi történik a ringben. Tehát amikor az ember beleesik egy akkora neonágyba, amiből egy épület készül, akkor az kellemetlen érzés, és rossz utó zöngéje van, lásd hegek. Ellenben értelemszerűen nem akarom bántani olyan szinten a másikat, hogy ő ne tudjon felkelni, hiszen az rám is rossz fényt vett, és rá is rossz fényt vett. Az a lényeg, hogy megtaláljuk azt az egyensúlyt, amiben olyan szinten tud működni egy dolog, hogy az embernek eszébe se jusson azzal foglalkozni, hogy ez most kamu vagy nem kamu, hanem élvezze a showt. Bruce Willis-től se kérdezik meg, hogy tényleg felrobbantotta a repülőgépet. Na de ki figyeli a magán a, nem tudom, verseny, vagy a bemutatón, vagy ezen a show műsoron, hogy betartjátok-e a szabályokat, ha egyáltalán vannak szabályok, tehát hogy vannak. Nem vered agyon azt a másikat. Természetesen vannak, ki szól ilyenkor, vannak hogy szabályai, az egész világon ugyanazok a pankrációnak a szabályai, különböző meccs típusok vannak, ahol különböző szabályok vannak. Ezt a bíró figyeli, van ringbemondó, bíró, konferáló, van, aki a gongot kezeli, tehát itt teljesen komplex stáb dolgozik, egy 30 fő stáb dolgozik. Igen, az emberek pedig ugye ott vannak a kordon túloldalán, tőlünk 2 méterre, sőt, amikor a közönségben verekszünk, akkor közvetlenül mellettünk, tehát ha valami ténylegesen komunak néz ki, azt ők azonnal észreveszik, és hangot adnak nem tetszésüknek, ezért nem szokott ilyen előfordulni. Ezért van az, hogy amikor megkérdezik, hogy oldom meg, hogy jó, mintha megütném, erre nincs válasz, mert megütöm.
Amikor én ott voltam, akkor volt egy ilyen előizgatás, gondolom ez mindig van, tehát mire a pankrátorok följönnek a színpadra, vagy a ringnek hívjátok, akkor a közönség már totális extázisban van, és itt a ruhák is elég szélsőségesek. Természetesen. Mint említettem, ez tényleg egy torz tükör. Nekünk az a dolgunk, hogy feltűnést keltsünk. Na már most, hogyha egy utcai ruhába vonulok be a ringbe, akkor nem leszek különb a közönségnél, így viszont kitűnök az én kis latex csillogó nadrágomban, ami alapvetően furcsának tűnhet, és nem biztos, hogy a legegészségesebb dolog, ellenben miután az ember egy időt eltölt a profi birkózással, rájön, hogy ez hozzá tartozik, és egy idő után a közönség is rájön, hogy ő is a részese a produkciónak, tehát elfogadja kérdések nélkül. Na most egy csillogó nadrágot mondtál, de én azért láttam ilyen keresztes papot is, meg mindenféle jelmezes dolgot. Karakterek jellemzik ezt a bizniszt, ezt a világot. Tehát, hogy sok pankrátor szeret különböző karakterbe bújni. Igazából itt a 90-es években volt nagy divat az, hogy foglalkozásokba bújtak. Tehát volt rendőrnek öltözött pankrátor, igazából még kukás is volt. Ez az a világ volt. Most már a pankráció sokkal úgymond felnőttesebb, és kicsit komorabb, és zordabb lett. Így már kevesebb az ilyen karakter, de kiegészítő elemeket használunk. Én például nagyon szeretek cowboy nadrágban birkózni, mert a közönség szereti ezt a karaktert, és én pedig kiszolgálom őket, erről szól minden. Ha mondjuk lenne gyereketek, Hardynak tudom, hogy nincs, neked nem tudom, hogy van vagy nincsen, de mondjuk egy néhány éves gyereket odaengednétek a ring közelébe? Én úgy gondolom, hogy minden neveltetés függvénye. Tehát, hogyha a gyereket megtanítom megkülönböztetni, akár a rajzfilmeknél, hogy mi az, ami valós, mi az, ami nem, mi az az információ, amit le kell belőle szűrnie, mi az, amit csak éppen az adott pillanat hevében kell elfogadni, akkor úgy gondolom, hogy igen, hiszen ez is csak egy színház, ahol ő szuperhősöket lát. És hogyha emiatt fogja megírni a matekháziát, mert látja, hogy Ikarusz vagy Renegéd úgy megy be a ringbe, hogy ő azt mondja, hogy diplomás tanult ember vagyok, és én emellett csinálom ezt az egészet, akkor azt fogja mondani, hogy hát miért is zárhatná ki a mesevilág a valóságot, hogyha igazából működhet együtt is. És ti diplomás tanult emberek vagytok? Természetesen. Természetesen, mire a pankrátorok elég intelligensek? Igen, igen. Ez a műfaj kiveti magából azokat az embereket, akik léhák és nem törődömek. Rendkívül összetett dolog, amit a ringben csinálunk. Tehát úgy kell elképzelni, hogy még egy fogásban is, hogy én merre nézek, hogy az igazán jól nézzen ki, ehhez nagyon-nagyon sok mindenre kell odafigyelni, és aki fejben nincs ott, az előbb-utóbb leválik, és abba hagyja, mert egyszerűen nem bírja azt, hogy 6-7 felé kell folyamatosan koncentrálni, mondjuk 15 percen keresztül, miközben még ugye szét is csapják az ember fejét különböző tárgyakkal. És akkor te mivel foglalkoztok? Én munkaközvetítéssel foglalkozom, és munkavállalási tanácsadó egyébként a végzettségem, aminek viszonylag kevés köze van a pankrációhoz, de mindennek kevés köze van a pankrációhoz. Én vágó vagyok, illetve különböző tévéadóknál dolgozom, különböző produkciókban, háttérmunkában. Meg lehet élni pankrátorként? Tehát tudtok mondjuk milliómos pankrátorból, akinek már ez a hivatása? Részletesen. Meg lehet beleélni, de Amerikában, és ott is csak egy bizonyos, nagyon kis rétegnek. Jelenleg Európában nem tudunk olyan emberről konkrétan, aki a pankrációból élne, vagy ha igen, akkor már megjárta Amerikát és a főszervezeteket. Úgyhogy nem, nekünk ez igazából szerelem, ami pénzbe folyik, azt visszaforgatjuk ringre, sókra, stb. Tehát itt mindenkinek főállása van, és nagyon-nagyon vegyes a banda. Tehát nálunk van fogász, pankrátortól kezdve. Gyógymasszőr. Gyakorlatilag gyógymasszőr. Mind a kettőre nagy szükség lehet, egy kivert fog után, meg egy szétszúzott csontokból. Alapvetően egy kiegészítő munkaként felfogható, illetve természetesen az a célunk, hogy egy akkora vállalatot építsünk ki, hogy mi is tudjunk munkát adni az embereknek, illetve számunkra is egy olyan munka legyen, ami esetleg a későbbiekben ki tudja. Nem tudok elmenni szó nélkül a tetoválásod mellett, gondolom nem én vagyok az egyetlen, aki megcsodálja. Nem. Mi a jelen? Neked is van? Nem, nekem nem. Nekem csupasz a teste. Csupasz vagy? Mi a jelentősége, vagy mi a jelentése mindannak, ami rajtad van? Szöveg is van rajtad. Igen, mind a két karom mást jelképez. A bal karomon főleg ázsiai minták vannak, igazából az életből a halálig való eljutást jelképezi, melyeket növények, főleg orchideák formájában jelképeztem, ez édesanyám miatt van. Mert? Mert tőle mindig orchideát kaptam, és ez egy nagyon szép metafora számomra az élet körforgásáról, hiszen az orchide az egyik legszívósabb növény. És miért kaptál mindig orchideát? Nem tudom, mert talán neki is az egyik kedvenc növénye, és valahogy gondolom érezte, hogy ez rám is
rám is hatással lesz, és így is lett. Úgyhogy eltalálta, úgyhogy édesanyám csillagos ötös választásból. A jobb karomon pedig az az énem van, amelyik a városban kénytelen élni. Mert én Börzsönyben tanultam megjárni a hegyen, és erre nagyon büszke vagyok, és hangoztatom viszont. Most voltunk Kemencén, egy nagy hegyi túrán. Hallottad? Hallottam. Gyorsan terjednek a hírek. De gyönyörű az a tanúsvény. Igen, és gyönyörű, és én ott töltöm nagyon sok időmet, és nagyon furcsa, amikor újra visszajövök a városba, és vissza kell rázódni, és a jobb karom pedig pontosan arra emlékeztet, hogy az ember úgy élje túl a mindennapjait, hogy közben ne engedje el a múltat. És mi a szöveg, amit ráírtál? Az alkotás fázisai, ez kedves édesapámnak a gyűjteménye, igazából nem az ő gondolatai, igazából ő gyűjtötte össze, lelkesedés, zűrzavar, kiábrándulás, bűnbakok keresése, ártatlanok megbüntetése, kívülálló kitüntetése. Az elsőre ijesztően hangzik, viszont az ember, amikor belegondol, hogy hogyan alkot valamit, mondjuk például én, amikor pankrátorként dolgozom, olyankor is alkotok, illetve együtt dolgozok másokkal, Renegéddel is, mi ilyenkor alkotunk. Olyan lelki fázisokon megy át egy ember, akár a meccsen, akár a gála szervezésen, akár egy rádióinterjú során, amiket nem is biztos, hogy tudatosan észrevesz. És ezek pontosan ezek a fázisok, úgyhogy emlékeztetnek mindig, hogy éppen hol tartok. Tehát akkor véres november, hol lesz? Igazából azt gondolom, hogy nagyon nagy mák, hogy nem félmeztelen ülünk itt, mert akkor nincs az a műsoridő, ami beleférne, az a rengeteg tatuálás. Tovább is van, mondjam még. Ami még megbújik gyakorlatilag a kis az testén. Az egy következő adás, majd a november, véres november után, hogy azt sikerült esetleg beszámoltok, de hol lesztek? Igen, majd? A Barba Negra Music Club szórakozó helyen leszünk a 11. kerületben, november 17-én, az évi legnagyobb sónkra készülünk, ez lesz ugye a véres november 3. Nemzetközi vagy magyar show? Nemzetközi teljes mértékben. Minden franciák, oroszok, olaszok, hollandok, mindenki jön, és ebben a kis kalóz klubban tartjuk meg. Nem is olyan kicsi egyébként, tehát 1000 ember befogadására alkalmas. Igen. Mi olyan 500-600 főre számítunk, akik jönnek. Gyakorlatilag a törzs közönségünk most már önmagában egy 300-400 főt számlál, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk arra, amit az előtt a 3 év alatt sikerült így felépíteni. Igen. Na elmegyek én is, megnézem, körülbelül hány órát vesz az igénybe, vagy... 3 órás élősó. Hosszú. Ez egy rendes élősó. Köszönöm szépen, hogy mi itt voltatok. Mi köszönjük szépen a lehetőséget. Szép napot. Klubrádió. Tények, vélemények. Film, színház, irodalom,